Mert nem lehet feledni. Nem, soha. Amíg magyar lesz és emlékezet. Ez a Juhász Gyula idézet áll azon az emléktáblán, amit 2016-ban helyezett ki a Tolnai Önkormányzat az első világháborús emlékműre. A centenáriumi megemlékezés szűk körben folyt a hősök terén. Akkor, amikor 2016-ban ezt az emléktáblát az első világháborús emlékműre felhelyeztük, és azóta minden alkalommal megünnepeljük a Nemzeti Összetartozás napját, akkor is, és néhány hónappal ezelőtt is nem úgy készültünk, hogy a mai nap ketten alpolgármester úrral fogjuk a koszorút elhelyezni, hanem nyilván egy ennél sokkal méltóbb megemlékezést terveztünk. Az élet úgy hozta, hogy nincs módunk arra, vagy nem volt módunk arra, hogy több emberrel tudjunk itt együtt ünnepelni. Mégis nagyon fontosnak gondoltam azt, hogy felhúzzuk a nemzeti lobogót, és egy koszorúval megemlékezzünk itt az emléktáblánál. Én azt gondolom, hogy most a Nemzeti Összetartozás napján ünnepelnünk kell, és nem siratnunk. Akár mennyire szomorú az, ami 100 évvel ezelőtt, napra pontosan 100 évvel ezelőtt történt. Az idő azóta elhaladt, eltelt 100 év, és a történelem úgy hozta, hogy mi ugyan egy megcsonkított, nagyon-nagyon megcsonkított ország és nép lettünk, de mégis ezzel az emléknappal arra emlékezünk, hogy ugyan megcsonkítottak bennünket, de megfogjuk ilyenkor egymás kezét. A Pesshoffer Ágnes polgármester nagyon fontosnak tartja a határon túli magyarokkal való kapcsolattartást. Éppen ezért szeretett volna méltó módon a testvértelepüléseik képviselőivel együtt megemlékezni a 100 éve történt eseményről, ezt azonban a vírushelyzet nem tette lehetővé. Ugyan ma nem tudunk sokan együtt ünnepelni, mint ahogy az elmúlt hónapokban nem tudtunk se anyák napját, se húsvétot, se március 15-ét, se születésnapot együtt ünnepelni, de azért én azt gondolom, hogy legalább lélekben meg tudtuk fogni egymás kezét, és én azt szerettem volna, és azt szeretném a mai nap, hogyha lélekben fognánk meg egymás kezét, nem csak itt a városban, hanem mindazokkal, akár a testvértelepüléseinken élő magyarokkal, akik magyarok, és ugyan akár Székelyföldön, akár a Vajdaságban élnek, hiszen nem véletlen az se, hogy Tolna három testvér településéből kettő határon túli magyar településekkel van és született, és nagyon-nagyon fontosak ezek a kapcsolatok, és nagyon-nagyon jó, hogy egymás anyanyelvén tudunk szólni egymáshoz. Én azt szerettem volna, hogyha ezen a napon ők is akár Uzomból, akár Palicsról itt tudnak ma ünnepelni velünk. Ez nem lehetett, hiszen az országhatárok még nem szabadon járhatók, de meg fogunk emlékezni erről a napról még, azt gondolom, és remélem, hogy minden nap egy kicsit megemlékezünk arról, hogy nem csak mi vagyunk a világban, és nem csak ők vannak a világban, hanem együtt vagyunk. Az 1920. június 4-én a magyarságot ért igazságtalanság több családot is szétválasztott. A békediktátum emléknapját 2010-ben az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, amivel kimondták, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.